Elkészült a gyár, amelynek az épületét tavaly tavasszal adtuk át. Magyar földön gyártott, német hiúzok lopakodnak majd ki a kapuján. Ilyen Lynx típusú páncélozott harcjárműveket gyártanak a német óriás vállalat zalaegerszegi üzemében. Itt magyar munkások és mérnökök a világ legjobb technológiájával dolgozhatnak, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a gyártás mellett szakképzés és kutatásfejlesztés is zajlik a létesítményben. Ezért van most itt a gyártóüzem mellett tesztpálya, ezért láthatnak kísérleti csarnokot, sőt lő alagutat is. Gyártás, kutatásfejlesztés egy helyen, jelentős magyar tulajdon, és mindez Magyarországon. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, Made in Hungary a szó minden értelmében. Amikor azt mondom Made in Hungary, akkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy német technológia nélkül ez a Made in Hungary sem lenne olyan, amilyen. A gyáregység a magyar emberek összefogásával rekordidő alatt jött létre, fogalmazott ünnepi beszédében Armin Papperger. A Rheinmetall elnöke kiemelte, ez jelenleg a legmodernebb harckocsi gyár Európában. Ez a legmodernebb és a legjobb, európai léptékben kimagasló gyár, ahol harckocsikat gyártunk. A beruházás részeként a legmodernebb gyártósorokat alkalmazzuk, valamint eddig több mint 200 magyar dolgozót képeztünk ki. A 60 milliárd forintos beruházás 500 új munkahelyet teremt Zalaegerszegen. Itt a járműipari tesztpálya mellett egy külön a Rheinmetallnak készült másik tesztpályát is avatunk a mai napon. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy számos olyan céggel is felvette már a kapcsolatot a Rheinmetall, amelyek várhatóan nem csak együttműködnek, hanem újabb kiegészítő gyártással akár meg is jelennek a városban, és az együttműködési megállapodásnak pedig pontosan ez a célja, hogy részben Zalaegerszegen, részben pedig az ország más településein bővítse a kapacitását ez a német óriás vállalat. A zalaegerszegi gyárban a tervek szerint 172 Lynx és támogató járművet gyártanak majd. Emellett megállapodás született arról is, hogy a jövőben fegyverzet kiegészítésére szolgáló távirányítású eszközöket is terveznek itt.